Magyarország az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 2021 és 2022-es évre átmeneti támogatásban részesül. Ezt a forrást a magyar kormány még 80%-os hazai társfinanszírozással egészíti ki, vagyis az átmeneti években több mint 1500 milliárd forintot, az új programozási 2021-2027-es időszakban pedig összesen 4500 milliárd forintot fog jelenteni az ország számára. Ennek koordinálására februárban létrejött a Vidékfejlesztési Kormánybizottság, amely a források nyomon követését végzi, illetve tájékoztatást és beszámolókat kér az Agrárminisztériumtól. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két évben 1527 milliárd forint forrásunk lesz az élelmiszeripar és a mezőgazdaságnak a versenyképessé tételére. A több éves kifizetésű felhívások esetében itt lehetőség van a kötelezettségvállalási időszakok meghosszabbítására. Ilyen pályázati felhívás például az agrárkörnyezetgazdálkodás, az ökológiai támogatások, a Natura 2000-es támogatások, vagy az őshonos állatfajták tartásának támogatása. A beérkezett nagyszámú igénylésekből kifolyólag döntés született arról, hogy az állattartó telepek fejlesztésére és a kertészeti üzemek korszerűsítésére kiírt pályázatok keretösszegét megemelik. Így az előbbi új keretösszege 260 milliárd forintra nőtt, utóbbié pedig 68 milliárd forintra. A másik eset, amikor a keretösszeg megemelésére van lehetőség, itt legkorábbi időpontban, áprilisban az állattartó telepek és a kertészeti beruházások kerülhetnek sorra. Az állattartó telepek esetében egy 30 milliárd forintos, majd a tojótyúk telepek esetében, ez májusban lesz meghirdetve valószínűleg, egy 20 milliárd forintos beruházási támogatással számíthatunk. A kertészeti vonalon most áprilisban ültetvény, gyümölcsültetvény telepítés és gyógynövénytermesztésnek a támogatása kerül sorra 15 millió forint értékben, utána következő a júniusban két pályázati felhívás is valószínű, a gombaházak korszerűsítése 20 milliárd forintos keretösszeggel és általános kertészeti, tehát minden kertészeti üzem részére elérhető 50 milliárd forintos pályázat. Ami a gazdák számára még rendkívül érdekes pályázat lehet, a terményszárítók, tisztítók fejlesztésének a támogatása, ez is május hónapban kerül előreláthatólag meghirdetésre 50 milliárd forint értékben, és ami az én szívem csücske, az a mezőgazdaság digitális átállásához és a precíziós mezőgazdasági fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázat, ami júniusban lesz meghirdetve, és elég nagy keretösszeggel, 100 milliárd forintos keretösszeggel. Az élelmiszeripari vállalkozások is készülhetnek pályázati felhívásokra. Két pályázati felhívás fog megjelenni. Az első az a kisebb léptékű beruházásokra vonatkozóan 2021 májusban 50 milliárd forint értékben, és a nagyobb projektek esetében júniusban várható a pályázati felhívás 200 milliárd forintos keretösszeggel.